Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a hit és életnek a nézőit, Istennek a gazdag áldását kívánom mindannyiuk életére. A Bibliának az alap eseményeit, szövetségkötéseit vázlatosan vesszük át és vizsgáljuk, különösen azokat a történeteket, szereplőket, amelyeknek az új szövetségre vonatkozóan is van jelentéstartalma üzenete. Józsefnél tartottunk, József egyébként a kivonulásnak is egy előképe, mielőtt meghalt volna, végrendeletet írt, vagy adott a testvéreinek, hogy miután megtörténik az Exodus Jeruzsálemből, illetve Egyiptomból a kivonulás, a testét vigyék el Egyiptomból, és vigyék a Szentföldre. És ez egyértelműen bizonyítja azt, hogy József teljes mértékben és nyilván a testvéreivel együtt tisztába volt azzal, amit Isten ígért Ábrahámnak, hogy 400 évig fognak szolgaságba lenni Egyiptomba. De mégis érdekes dologra, hogy hívjam fel a kedves nézőknek a figyelmét, hogy 430 év szerepel a gyakran a fogság, egyiptomi fogság időtartamával kapcsolatban. Mi az oka az eltérés? Biblia pontatlan? 400 év vagy 430 év? Itt azról kell, az kell figyelembe venni, hogy a 430 év mitől ö, 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 indul el, és akkor, hogyha Ábrahámnak az Egyiptomba való lemenésére vonatkoztatjuk, akkor kijön a 430 év. Tehát valószínű, hogy a 430 évet, tehát nem a Jákob és a családjának, ugye 70 főből állt a család, plusz Jeruzsálem, illetve nem tudom miért mondom, Egyiptomot Jeruzsálemnek, de attól még messze áll. Tehát a lényeg az, hogy Egyiptomban, tehát ott volt József, a felesége, illetve a két fia, tehát négy, ilyen módon 74-en voltak, tehát 70-en költöztek be, Egyiptomba. És hosszú évszázadokon keresztül, tehát 400 év az nagyon hosszú, ott tartózkodtak, és arról számol be, föl a kivonulás könyve, a Mózes második könyve, az első fejezet, hogy Izrael fiai létszámban nagyon-nagyon megszaporodtak, hatalmas népé váltak, és közben Egyiptomnak a kormányzásában is változás történt, az a dinasztia elveszítette Egyiptom fölötti hatalmát, amely befogadta Izraelt és családját, és József volt az egyik megalapítójuk. Így jegyzem meg, most nem kívántam beszélni, hogy van-e Józsefnek a globalizmusra vonatkozóan is egyfajta előképszerű üzenete. Véleményem szerint van és ez viszont bonyolultabbá teszi, ez nem Jézus Krisztusra előre néző, természetesen, hanem a világnak a, a korszak végi állapotára lehet vonatkoztatni, és ilyen módon egészen másra mutat Józsefnek a példája, hogy hogy teszi az embereket, persze a meg kellett ezt tenni, úgymond nincs telenné, és hogy válik minden, minden és mindenki a fáróknak a tulajdonosává. Ez ugye a jelenések könyvének a 13. és fejezetében ezt tanulmányozható és látható itt egy párhuzamon, párhuzam, egy teljesen rossz tartalommal, mondanám gonosz tartalommal, már a jelenések 13-ra vonatkoztatom a gonosz tartalmat. Tehát visszatérve, Izrael fiaira Egyiptomban megszaporodtak, és tekintettel arra, hogy a társadalmi életnek minden területén jelen voltak, ezért egyre nagyobb félelem alakult ki az új oralkodó elitbe, osztályba, és féltek attól, hogy háborús, háború esetén a, a zsidóság, illetve akkor ugye a zsidóság, az kifejezetten juda néből származik, ezért Izraelt fogok használni. Tehát egész Izrael az ellenségnek a, a oldalára áll, vagy pedig az előző dinasztia oldalára áll. Tehát ezért politikai ellenséget vagy ellenfelet láttak benne Egyiptomnak az új urai. És ahogy szokott lenni a történelemben, ahhoz, hogy ez a népnek a cselekvő képessége és politikát Jövőt formáló ereje megtörjön, a rabszolgaságba taszították őket, megfosztották őket a jogaiktól, és a legkeményebb munkára fogták őket, építkezésekre és nagyon nehéz mezei munkára, és ráadásul a munka parancsnokokat neveztek ki föléjük akik keményen és kegyetlenül bántak a néppel, és ahogy a rabszolgákról tudjuk a történelemben, ezeket verték is, ugye ezt látjuk Mózes történetéből is, hogy ö, 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 verték és fizikailag is gyötörték őket. Két nagy ö, város vagy történelmi nevet említ meg, a, az első fejezet, amit egyértelműen, a zsidóságnak a, a munkájához van kapcsolva, a rabszolga munkájához, a Ramses és Pítom, amit ők felépítettek, ezek Gamona tartó városok voltak, tehát élelmiszereket halmoztak föl. Arról nem beszél a Biblia, hogy a piramisoknak az építkezésében részt vettek el, az kétségkívül, hogy olyan technológiával építettek, hogy a mai napig is a tudósok Kísérleteznek és egyben vitatkoznak is, hogy hogyan épült, vagy egyáltalán ebben korszakba épült a piramis, vagy pedig a Noé előtti korszakban. De nem lepődnék meg, ha kiderülne az, hogy a, a zsidóságnak a zsenialitása is szerepet játszott abban, hogy ilyen épületek történtek, mert a zsidóknak a, a, és az egyiptomiaknak a kultúrája, homlok ellentétes volt, a zsidók kultúrájában az élet szeretete állt középpontban, ezt látjuk az atyáknál is. A egyiptomi kultúrában pedig, mivel hogy át volt itatva, erőteljes okultizmussal, varás különösen varázslás területen voltak, nagyon-nagyon magas szinten, a bálványimádásban is idegen istenek, rengeteg idegen isten volt e, Egyiptomban, tehát teljes mértékben egy e, diabolikus kultúrával e, 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 volt Egyiptom megverve, és ennek a középpontjában a halál kultusz állt. Úgyhogy amikor egy új fáraó került a trónra, annak ő azonnal elkezdte a, 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 a a kriptáját, illetve a, a, a piramisát építeni, mert valójában az egész földi élet nem másból állt Egyiptomban, főleg az előkelőségek számára. mint a túléletre való, túl életre, túl világi sorsra való felkészülés. Ez ugye óriási ellentétet mutat a zsidók kultúra és az egyiptomi kultúra között nagyon. Ö, ö, Kemény sorsban, sorsban volt részük Izrael fiainak. A szakemberek úgy gondolják, hogy a, a Izraelnek a sanyargatása a körülbelül 1550-ben kezdődött el, és a kivonulásnak a időpontját pedig 1447-re teszik. Természetesen Krisztus születése előtti számokat mondtam. Tehát itt ebből a számot, a számot, hogyha figyelembe vesszük, vagy számok közötti különbséget, akkor látjuk, hogy nem csak egy fáró nyomorította az Izrael fiait, hanem több fáraónak a vezetéséről és kormányzásáról van szó. És miután ugye látták, hogy az Izrael fiai szaporodnak, sokasodnak, a néppé válásnak a dinamikája zajlik Izrael fiai között bármennyire is, igyekeztek elnyomni és megnyomorítani és elnehezíteni az életkörülményeiket. Ezért az, az első igazi, durva, antiszemita rendelkezésekre vagy rendeletre is sor került Egyiptomban. A, az először ugye egy álnok rendeletről lehet beszélni, amely a zsidó fiúgyerekeknek a kiirtását célozta, hogy két bábát bérelt fel a fáraó, Sifrát és Puát, akit megkért arra, hogy amikor a szülőszék, ugye szülőszéken szültek akkoriban, sokan állítják, hogy szerencsésebb ezen ilyen módon szülni, nem vagyok a szakértője, ezt a kérdést másra bizom, nem akarok ezzel álláspo, állást foglalni, de szülőszékeket használtak akkoriban a szülésre, és a bábák arra hivatkoztak, hogy olyan életerővel rendelkeznek a zsidó hölgyek, illetve izrael lányai, hogy mire ők odaérnek, mert a gyerek megszületett, és nem tudnak szülés közben beavatkozni, és hát az megkimérték a bábák, és nem ö, 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 engedelmeskedtek a fáró parancsának, így tovább növekedett Izraelnek a létszáma. Majd aztán nyíltan is ö, ö, vállalták a fáraók a zsidóságot megnyomorító intézkedéseiket, és a következő embertelen, kegyetlen rendelet az, úgy szólt, hogy a zsidó fiúgyerekeket miután megszületnek, dobják be a nilusba, ugye krokodilokot megeszik őket, tehát a krokodiloknak a, 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 a ételéül szánták a fáraók, és hát ilyen körülmények között, tehát Izraelnek a fiai születtek, illetve éltek, és így sem tudott a egyiptom mi megszorító és jogfosztó kegyetlen politika eredményt elérni. És az egyik csodálatos történet úgy szól, hogy egy lévi törzsöz talál, tal, tartozó családban megszületett egy kisgyermek, akit a szülők azonnal megkedveltek, mert rájták rajta az Istenek az áldását, és ugye az elhatározták, hogy nem fogják a fáró parancsát végrehajtani, megölni ezt a kis gyermeket, hanem csináltak neki egy olyan gyékényből egy olyan ládát, amiben beletették a gyereket, és nagyon gondosan átgondolták a tervüket, hogy olyan nádasba tegyék, ahová a fáró leánya a kísérő hölgyeivel szokott menni fürödni. És hát ez így is történt, és közben persze a Miriam, a nővér figyelte a kis öcsének a sorsát, azért, hogy a sorsának az alakulásáról a Mózes nevezték utána, de ugye addig még nem volt Mózes, tehát hogy beszámoljon a szüleinek, hogy hogy alakul és hát ahogy ismert a történet, a gyereknek a sírását meghallott, a, meghallotta a hercegnő, és kivitette a vízből, és meglátta ezt az aranyos áldott zsidó gyermeket, és ilyen módon a, 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 nem magához fogadta, gyermekének fogadta, de visszaadta az anyjának, hogy szoptassa egészen az elválasztásig, és ezt a gyermeket pedig elnevezte Mózesnek, kihúzott vízből, kihúzottat jelent, kihúzottat vízből, tehát hogy biztos halálból menekítette meg őt a fárónak a leánya és az elválasztás után ugye, hogy meddig szoptatta Mózes az anyukája, nyilván nem a mai időt kell figyelembe venni, hogy néhány hónapig, hanem hány évig itt az a kérdés, mert a, a zsidó hölgyek hosszú Izrael leányai hosszú éveken keresztül szoptatták a gyerekeiket, és ezért nagyon erős férfiak, váltak belőlük. Tehát az elválasztás kora nehezen megbecsülhető, de azt gondolom, hogy a Mózesnek a zsidó identitása biztos, hogy kialakult, akár hár, ha három éves kor veszünk, vagy akár hat évet veszünk figyelembe, hogy addig szoptatta az anyukája, de mindenféleképpen tehát zsidó identitással rendelkezett, csak miután az elválasztás megtörtént, akkor egyértelműen a fáraónak az udvarába került Mózes, és elkezdték az egyiptomi tudományra oktatni a Mózest. És Ismán ad erről a beszédében, az Abcsel 7-ben részletes információkat arról, hogy nagyon tehetséges ember volt, Mózes fiatal korában, egészen 40 éves koráig ugye élt ebben a hercegi tisztségben Mózes, ezért mondja, hogy egyiptomi tudományban is, és beszédben is, sőt cselekedetben is, tehát ezért nem a légből kapott az akár a hadvezérként való sikeres szereplése, illetve az építkezésben játszott szereplése, tehát ezek mind azt jelentették, hogy Egyiptomban ő egy ismert személy volt, és nem lehet azt sem kizárni, hogy a, a fáraó udvarnának, a vérszerinti a fáraónak a vérszerinti leszármazottai, tehát a hercegek előfordulhat, hogy iricséggel, féltékenységgel nézték mózes nek a tehetségét, tudományát. És beszédben való jártasságát, és így nyilvánvalóan népszerűségét is. Tehát ezt mondja István Mózesről, hogy egy kiváló személy volt, és ezt a 40 esztendőm keresztül ezt a tisztséget betöltötte, majd eszébe jutott, megerősödött 40 éves korában a zsidó, identitása, és elment a testvéreihez, tehát nem arról van szó, hogy akkor jött rá ő arra, hogy zsidó származású, hanem valami okból fakadóan döntés helyzetbe került, és erre vonatkozóan a zsidókhoz írt levél 11. fejezete tartalmaz nagyon fontos figyelemre méltó kijelentést, hogy a Krisztusnak a gyalázatát többre becsülte, meg az Isten népével való együtt nyomorgás szenvedést többre becsülte, mint a fáraónak, Egyiptomnak a dicsőségét. Tehát itt valami félét kapott Mózes, mert a hit az kijelentésre adott válasz. És valahogy a mesiás megérinthette 40 éves korában, Mózest. Persze lehet, hogy ezt ő túl buzgóan reagálta le, és elment, ahogy István is mondja, hogy azt hitte, hogy a népe el fogja fogadni őt, hogy ő az Istentől rendelt szabadító. Tehát ez egy negén egy érdekes és elgondolkoztató fejlemény Mózesnek az életében, hogy kap kijelentést, meglátja Krisztusnak a a gyalázatát, meglátja az Isten népének a nyomorúságának a szükségességét. És, és ugyanakkor ezért látja ennek a, a jövőét is, a dicsőségét, lemond Egyiptomnak a gazdagságáról, mert nagyobb értéknek tartja, hogy az ő, ő Izrael testvéreivel azonosuljon, az ő sorsát vállalja, és a, a ígéretét, az Izraelnek az ígéretét e, birtokolja, és ő is örököse legyen Izrael ígéretének, vagyis a mesiásnak. Tehát egy ilyen kielentés minden valószínűség szerint kaphatott e, e, Mózes, mert újra ismétlem: a hit nem a levegőből, a semmiből jön létre, az nem egy szugerációnak, önszugerálás, vagy öngerjesztésnek a terméke, hanem mindig az Isten kijelentésére adott a válasz. Tehát, de viszont ezt túl a Mózes egyértelműen, összekeverte a küldetéssel is. Ez még nem volt küldetés. Ő belépett a küldetésbe is, és ez a tanulság, hogyha az ember találkozik Istennel, megismeri Istent, az még nem azt jelenti, hogy küldetése is van. A küldetés az egy más szellemi természetproti esemény is. Van, amikor a kettő egybe van. A lényeg az, hogy az izrael fiai ugye nem fogadták el, és ennek az lett az eredménye, Ja, és ugye, amikor meglátogatta őket, látta, hogy egy egyiptomi ilyen munka parancsnok veri az ő atyafiát, megvédelmezte, megölte az egyiptomit, Másnap is kiment, akkor két héber ember veszekedett egymással, akkor Mózes próbál békét létrehozni közöttük, és akkor ugye az egyiknek a mondatától megijedt, mert rádöbbent arra, hogy a gyilkossága kitudódott, és valóban rövid időn belül eljutott a fáróhoz. és ezért neki menekülnie kellett a fáraónak az udvarából, mert pontosan itt van, hogy a fáraó egyből halára kerestette a Mózest, talán az irítség is mögötte lehetett ennek, mert akkoriban azért ilyen bűnt egy fáraó családon belül egymásnak elnéztek természetesen, de hogy Mózesnek nem volt kegyelem, hanem ki akarta végezni az akkori fáraó, ez arra mutat, hogy a Mózesnek a sikere és népszerűsége szúrta a fárónak a szemét. Nos, a Mózes így menekült el és telepedett le a Midian földjén, és 40 esztendőn keresztül ott élt. A mózes is Krisztus előképeként lehet értelmezni, ezt különösen látjuk, a István vértanúnak a beszédéből, hogy párhuzamot állít föl Mózes és Jézus Krisztus között. Első nagy párhuzam, hogy Mózes is és Jézus Krisztus is Isten által választott szabadító. Tehát gyik az Úr választotta ki, és annak ellenére, hogy a Mózesnek az első küldetése nem volt sikeres, de hát a názati Jézus Krisztusnak az első küldetése is Izrael szempontjából, nem Jézus Krisztus hibájából nem volt sikeres. Mózesnél ugye az ő hibájából nem volt sikeres, de a názati Jézus Krisztusnak az első eljövetelének a Izraelre vonatkozó sikertelensége, az nem Jézus Krisztusnak a hibájából, vagy mulasztásából származott, hanem az Izraelnek az erkölcsi szellemi és Istenhez való negatív viszonyulásából származott, hogy az övéi nem fogadták be őt. És ugye ennek aztán az lett a következménye az, a Mózes esetében az első próbálkozásának, hogy a Midian földjére menekült, itt befogadta, Jetro, egyébként, vagy Rehue él, egyébként Jethronak a neve a Bibliában négy névvel is szerepel, ez egy érdekes történet. A Midian az rokona a hébereknek, a izraelieknek, ugye ketuárnak a fia, aki Mózesnek, ilyen a, módon a, 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 a fia, tehát Mózesen keresztül rokonok. És itt ugye Ciporát elvette feleségül, és uh, uh, született egyéb, uh, a Midian földön egy fia, úgy hívták, hogy Gersom. A Gersom neve annyit jelent, hogy kiüzetés, számüzetés, tehát uh, ez jelképezte a Gersom korszak azt a 40 évet, amit a sínai pusztában eltörtött, Pásztorként Mózes a szabadító, tehát az első szabadító kísérletének ez lett a következménye. A, és a, ebből fakadóan itt is van egy párhuzam Jézus Krisztus között, hogy Mózes szintén a, a visszautasítása után Pogányok fele fordult, ugye Jetró, széporád vette el feleségül, hasonlóan a názati Jézus Krisztus is, Izraelnek az a, a, a elutasítása után a nemzeteknek az evangelizálását indította el, és ez zajlik most is, közel 2000 éve zajlik ez a korszak, nincs 2000 éve, mert ha figyelembe vesszük, az első korszaknak, az első évszázadnak körülbelül a közepét, hát körülbelül attól számítható a nemzetek evangelizálásának a kezdete, hogy nagy méretekben indult el a nemzeteknek a kezdete, és az egyház, illetve a nemzetek fele fordult Jézus Krisztus, mint ahogy Mózes is 40 eszendőn keresztül, Jetró házába élt, és a Jetrónak a juhait ápolta és gondozta, tehát ugyanígy a nemzetekből meg Jézus Krisztust elfogadó személyeket gondozza, ápolja, vezeti, megszenteli Jézus Krisztus ebben a korszakban. A következő hasonlóság Jézus és Mózes között, szintén ugye már utaltam rá, hogy Mózes a pogányoktól, úgymond etnikumoktól, etnik etnikai háttérrel rendelkező ö, szemét vett el feleségül, szipórát, ugyanúgy Jézus Krisztus a nemzetekből vett magának népet, amiben természetesen ezt a zsidókhoz írt levélben 9., 10., 11. fejezetében fejti ki Pálapostól, hogy kegyelem által történt választás szerint nyilvánvalóan az egyházban is ugyanúgy benne vannak a zsidók, és nem lehet azt mondani, hogy ez egy pogány vagy egy etnikai, közösség, etnikai eklézia, hanem pontosan Istennek a népéről van szó, és az újjászületés az egyik alapja. A legfontosabb alapja. Következő, hogy a másodszori megjelenéskor, hogy másodszor eljött Mózes miután, majd részletesebben foglalkozunk vele, az úr megjelent csipkebokorban Mózesnek, és utána valóban kapott küldetést, és megjelent másodszor, és a küldetését hitelesen tudta igazolni. Ennek aztán a, az lett az eredménye, hogy Izrael végül is elfogadta és engedelmeskedett neki. Ez egy előképe annak, hogy a, a mi megváltunk a mesiás, a názerti Jézus második visszajövetelekor uh, uh, Izrael számára ki fogja magát egyértelműen nyilatkoztatni, és Izrael el fogja fogadni, és engedelmeskedni fog Izrael a mesiásnak, és igazából a mesiásnak a teljes természetét akkor fogjuk megismerni. Amikor az Úr tehát kijelenti Izrael számára magát, és erről beszél ugye a rómaiakhoz levél, 11. fejezetében Pálapostól, amikor figyelmezteti a rómaiakat, hogy ne kevékedjenek, mert a letört ágak be lesznek töltve, ültetve újra a fájukba, a szelid olajfába. de viszont hogyha kevékedünk mi keresztények, akkor a kevésségünk miatt könnyen kitört, tehát, ki, ki leszünk törve a szelid olajfából. Mert a titok, mondja Pál az, hogy csak részlegesen érintette Izrael fiait a mesiással kapcsolatos megkeményedés, de vissza fog térni a mesiás, el fogja törölni Jákob álnokságát, és az egész Izrael meg fog szabadulni. Tehát Mózes is tisztában, a tisztségében még annyit, hogy szintén előképe Jézus Krisztusnak, mert mózes ha megnézzük, egyszerre volt proféta, egyszerre volt közbenjáró, szószóló, vezetője, fejedelme e, e, Izraelnek, és ugyanezt látjuk Jézus Krisztussal kapcsolatosan, hogy proféta is, közbenjáró is, szószóló is, királyok is, király is, és e, e, ugyanaz e, a pozíciót fogja betölteni. De van egy nagy különbség a kettő között, ami a zsidókhoz itt levél fejez ki, hogy az egyik az egésznek a háznak a tulajdonosa, és építője, és hát az építősben nyilván Mózes is nagy szerepet vállalt, de mindenféleképpen a Krisztus összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint Mózes. De mózes látjuk az evangéliumban is, hogy Jézusnak megjelenik, illéssel együtt, és nem véletlenül beszél Jézus Krisztusról, mint Mesiással beszél, nyilvánvalóan, a szenvedéséről és dicsőségéről. És ezért várjuk a mesiásnak az eljövetelét, és egészen biztos vagyok benne, hogy a judaizmus, a kereszténység és az iszlám közötti ellentétek is ekkor fognak megszűnni, és mindegyik világvallás a maga területén a történelem során elkövetett tévedéseit kori és vallásos hamis állításait, korrigálni fogja, el fogja hagyni, és egy Úr lesz a Földön, Jézus Kisztus. Áldja meg a kedves televízió nézőket, az Úr gazdagon, maradjanak továbbra is az ATV-nek, a Hit és Életnek a nézői viszontlátásra.